Először is köszönöm a csapatomnak a hozzáállást. Telesítettük azt a célt, amit a előtt kitűztünk magunk elé. Egy jó első meccs után jó pozícióba éreztem a csapat szellemét. Egy kicsit idegesebbek voltunk, mint az első, fél, első mérkőzésen. Ezt lehetett érezni a felelősséget a csapatomon. Többet fókuszáltunk a védelemre, ezt is lehetett érezni, kicsit szokatlan a puskás stílusához, de tényleg azt, hogy erőteljes védelem és jó ellen akartuk a mai mérkőzést építeni. Kicsit, ami nem sikerült a középpályán, több labdát szeretünk volna megtartani. Lehetett érezni az idegességet a játékosaimtól. Persze nem vagyunk egy Európai Liga tapasztalt csapat, kezdjük ezt a szintet is, meg kell szokni. Persze ez tapasztalat kérdése, rutin kérdése. De viszont a fiúk nagyon szépen megoldották és érezték azt a felelősséget, amit rájuk tettünk közösen, úgy, ahogy önök is a közvélemény, saját magam a stábunk, hogy nem csak a puskás képviseltük ma, hanem az egész magyar nemzetet, vagy a magyar foci nemzetet, az országot. Ez biztos nem egyszerű feladat ha megjárjuk ezt a nehéz utat többször, akkor biztos, hogy még jobban fogunk tudni játszani, de telesítettük azt, amit szeretünk volna, hogy kapott gól nélkül lehúzni a visszavágót és több gólt szerezni, mint az első mérkőzésen, ez mind sikerült. Kicsit hiányérzetem van a játékba. Azt a kombinatív focit, amit eddig játszottunk, kicsit kihagytuk, több hosszú labdára fókuszáltunk, mert tudtuk, hogy a turku egy küzdőszellemű csapat, ezt meg is mutatták mind a két mérkőzésen, nagyon kellemetlen csapat, erőteljes tehát egy kicsit másképp készültünk, mint a bajnokságra. Egyszerűsítettünk a játékunkat. Mondom, egy kicsit szokatlan, ezt is meg kell szokni, de, de azt, amit elteveztünk, az, az be is jött. Kettő órára végz, végződött a mérkőzés, ami a legfontosabb, hogy tovább tudtunk jutni, és percekbe várjuk, hogy kit kapunk, melyik ellenfelet, mert a, a lehetőséget lehetőségek még nyitottak, ahogy tudom. Tehát a legfontosabb számomra az, hogy 2 0 a két mérkőzés alatt három lőtt gól, egy kapott gól, ez nagyon, nagyon, jó védelmet mutat, de erre ez még kellene építeni előre felé a középpályát, és még határozottabb befejezést várok a csapatomtól, de megint ismétlem, hogy nagyon köszönöm a csapatomnak a hozzáállást és azt a felelőteljes játékot, ami egy kicsit lekötötte a lábukat, de nagyon példásan küzdöttek a végéig, és látunk egy szép második biztosító gólt, ami eldöntötte a mérkőzést. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm a csapatomnak, és remélem, hogy tovább jó fogunk szerepelni a konferencia ligában.